Egyre több gazdasági társaság vállalja be, hogy a pályaválasztási napokon való részvételen túl saját otthonában is fogadja az érdeklődő iskolákat, diákcsoportokat, hogy élőben is bemutassa a cég által képviselt szakmákat. Így tesz a Pápai Vízműzé RT is, amely reagálva a szakember utánpótlás kihívásaira ezt a lehetőséget is megkívánja ragadni, így mindig örömmel fogadják az oktatási intézmények megkeresését. Legutóbb a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 6. és 8. osztályos diákjai jártak a vízműnél. Itt az elmúlt évtizedekben ugye a szakmunkás képző, mint pedig a középiskolai szintű képzés az nem termel ki magából annyi szakembert, amennyi elegendő lenne akár a Pápai Vízműzért. Nem beszélve arra, hogy országos szinten is óriási hiány van a vízértékszerelőkből, villanyszerelőkből és egyébként a szakközépiskolai víz- és szennyvíztechnológusokból. Ezért ugye volt egy kezdeményezésünk arra nézve, hogy népszerűsítsük a víziközmű szakterületet. Minden évben próbálkozunk azért felhívni a figyelmet arra, hogy milyen munkát végzünk a Pápai Vízműzért. Most nem mi kerestük, most minket kerestek meg általános iskolákból, hogy tartsunk egy ilyen szakmai napot, ahol bemutatjuk a vízműnek a működését, ezért nagyon hálásak is vagyunk nekik. Annyian jelentkeztek, hogy meg se tudtuk tartani egyébként az előadást a Pápai Vízmű székhelyében, ezért különet köszönet illeti a Jókai Mór közgazdasági szakközépiskolát és kollégiumot, hogy biztosította számunkra a tantermet, ahol közel 50 főnek tudtunk tartani előadást. Ezen az előadáson a diákok elméleti információkat kaptak a vízmű munkájáról, az ivóvízvédelme érdekében végzett feladataikról és a szennyvízkezelés tisztítás jelentőségéről, módszeréről. Majd érdekes vízvizsgálati kísérletekben közreműködtek, de azt is megtudták, hogy milyen feladatkörök ellátásához milyen végzettséget kell szerezni. A program a cég Vízmű utcai székhelyén folytatódott gyakorlati bemutatóval. Bemutattuk azokat a gépeket, berendezéseket, illetve eszközöket, valamint anyagokat, amiket használunk mind az ivóvíznél, mind a szennyvíznél. Az látszik, hogy megvan itt is az érdeklődés, leginkább a gépek és a berendezések iránt. Milyen szakmát kell tanulni ahhoz, hogy mondjuk a víziközmű rendszerek építésében részt vehessen valaki és a munkatársuk legyen? Hát ketté kell választani, egyrészt a középiskolai részére, meg egyrészt a felsőoktatási részére. A középiskolai része az általában 90%-ban ugye a vízvezeték, illetve víz- és csőhálózat szerelő az, amire szükségünk van, illetve hát mivel ugye már nem a, már a 21. században ugye az irányítás technikai rendszerek és az ehhez kapcsolódó olyan okos eszközöknek a megléte is megvan már a vízműnél, ami ugye a műszerész, illetve a villanyszerelő szakmát képviseli. Nyilvánvalóan nem emellett még szükség van köművesekre, de ez kisebb részben, a nagyobb részét a vízvezeték szerelői szakma teszi ki. A felsőoktatási részben pedig ugye kötelezően előírva mindenképpen a víznek, hogy kitket kell alkalmazni, a vegyészmérnököt, biológust, vízellátás szennyvíztisztítása szakirányon végzett mérnököt, emellett környezetmérnököt, gépészmérnököt, vegyészmérnököt és geodétát. Vörös Dániel hozzátette, a vízműveknél a szakemberek átlag életkora 52-56 év között mozog országosan. A Pápai Vízműnek is szüksége van utánpótlásra, ezért is fogadják örömmel a pályaválasztás előtt álló diákok érdeklődését. A pályaorientációs program a katolikus iskolából érkezett csoportok tetszését is elnyerte. Srej Balázs tanár úr 6. osztályosai és Móroc Katalin tanárnő végzős tanulói is sok fontos információval gazdagodtak a szakemberek munkájával kapcsolatban. Először is azt tanultuk meg, hogy hogyan kerül a csapunkba a víz, meg hogy a otthonunkból a szennyvíztelepre. Hogyan hasznosítják újra, vagyis tisztítják meg, és erről láthattunk bemutatót, filmet, meg kísérleteket. Tetszett neked ez a program? Igen, nagyon tetszett. Fontosnak tartod, hogy mielőtt el kell dönteni, hogy milyen irányba menjetek tovább az általános iskola után, megismerkedjetek ne csak iskolákkal, középiskolákkal, hanem mondjuk szakmákkal is? Hogy gondolod te ezt a programot? Szerintem igen, mert így jobban el tudjuk dönteni, hogy milyen iskolába akarunk tovább menni, mi akarunk lenni, ha nagyok leszünk. Te már tudod egyébként?
Még nem. Még nem. Ez például, ez a vizes szakma, ez szóba jöhet? Lehet róla szó. Engem érdekel a kémia és a biológia, és ilyen irányba szeretnék tovább menni, tanulni. Itt most a vízműnek a pályaorientációs napján találtál olyan érdekességet, ami mondjuk ebbe a világba beleilleszthető, és mondjuk akár számodra érdekes is lehet? Igen, a kémiai kísérletek azok érdekesek voltak a közgázba. Milyen kísérleteket mutattak be a vízmű kollégái? A víznek a pH értéke is volt, meg az elektromos vezetőképességét. Újat mutatott neked, vagy mondott neked ez az előadás? Igen, igen. Mit gondolsz, ez a szakma, amit a vízművesek csinálnak, ez egy mai fiatal számára érdekes lehet, vagy láthat benne mondjuk jövőképet, hogy felnőttként mondjuk ezen a területen, ezen a szakterületen akar dolgozni? Szerintem igen, láthat benne. Oké, el tudod magad képzelni, hogy egyszer csak a vízmű laborosa leszel, és a vizet vizsgálod? Szerintem igen. Az ilyen gyakorlati bemutatók nagyon hasznosak, ezt már Srej Balázs tanár úr fogalmazta meg, hozzátéve. Iskolájuk sok gazdasági társasághoz elviszi a pályaválasztás előtt álló diákokat. Így tudjuk közelebb hozni a gyerekekhez magát a szakmát, hogy miből is áll egy szakma, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy ott abban a szakmában érvényesülni tudjon. Lehet ezt elméletben elmondani, megmutogatni, meg tévén megnézni, de így az életben szerintem sokkal hatékonyabb. Hogyha megfoghatják, kézzel emelhetik, egyrészt hát élvezik, és meg hát elgondolkodnak, hogy akarom én ezt, van-e hozzá kapcsolatom, vagy szeretném én ezt, szeretnék ezzel foglalkozni. Tehát így életszerűbb, mindenképpen ez fontos. Az iskolának mennyire fontos az, hogy a diákokat a lehető legtöbb információhoz hozzájuttassa, mielőtt eldöntik, hogy merre folytatják az utukat az általános iskola befejezése után? Hát egy pedagógusnak ez a feladata, nem, hogy a szülők után a pedagógusnak kell mutatni igazából, hogy mi a gyereknek az útja, nagyon fontos alap. Tehát erről rendszerint beszélünk, nem csak osztályfőnöki órán, hanem tanórán is előkerül, hogyha egy szöveg kapcsán felmerül egy szakma, vagy bármi, hogy tehát mi szeretné foglalkozni, a személyiséget, amikor kialakítjuk, ki milyen személyiség, emberre szeretne foglalkozni, tárgyakkal, társas kommunikatív ember, vagy ő inkább csak egy laboratóriumban, mint a vízbűnél, el szeretne kutatgatni. Ez most alakul ki a gyerkőzben, tehát ez igen fontos. A Pápai Vízmű ZRT munkatársai a pályaorientációs programon nem csak tevékenységeikkel ismertették meg a gyerekeket, hanem a másik küldetésükre, a környezetvédelemre és az ivóvízvédelmére is felhívták a figyelmet.